Itt a 444 első 2015-ös videója, és itt van 2015 első kormányellenes tüntetése is az Opera előtt. Elméletileg arra emlékeznek, hogy 3 évvel ezelőtt ezen a napon tüntettek a új alaptörvény ellen, de hogy most kik jöttek ki és mit akarnak, azt pontosan nem tudjuk, ezért megkérdezzük. Önök hova tartoznak és mit akarnak? Mi vagyunk az emberek. Állampolgárok vagyunk. Nincsen semmilyen preferenciánk. Semmilyen pártkötődés. MSZP-sek vagytok? Nem. DK-sok? Nem. Akkor? Nem. Egyik se. MSZP-s vagy DK-s? Hát inkább egyik se, leginkább. Én magánszemélyként érkeztem ide. Szintén magánszemélyként vagyok itt. Nem Báradi Zsoltosnak? Semmi, hétköznapi állampolgárok. Kijöttünk. Igazából civilként veszünk részt ezen a tüntetésen. Az abszolút civilek vagyunk. Akkor mik vagytok? Civilek. Civilek, nem tudjuk, hogy még mi vagyunk. És milyenek szeretnétek lenni? Hát szerintem valami újfajta. Nem akarunk senkihez se tartozni még, majd meglátjuk, hogyan alakul. Szerintem a maximum, amit tudunk tenni, hogy kijövünk ide, és megmutatjuk, hogy azért vagyunk páron, akiknek ez nem tetszik. És egyelőre ennyi. De mi most akkor a cél? Hát igen, Európa. Európa? Minél inkább Európa, igen. Miről szoktatok otthon beszélni? Mi a következő lépés? Mit kéne itt tenni annak érdekében, hogy valami ereje legyen az ellenzéknek? Többen kell, hogy legyünk. Tabularázát kell csinálni, nincs más. Nem lehet már most máshonnan építkezni. Új pártot szeretnének? Igen. Azt hiszem, hogy létjogosultsága van most már. És mi most a következő lépés? Most már egy ideje kijár a tömeg. Nekünk ketten az, hogy utána megiszunk valamit, aztán hazamegyünk. Igen? Azt eldiskujálunk a történtekről. Mm. És ennyi elég? Ennyi nem elég. Meglátjuk. Hogyan tovább kormányellenes tüntetők? Most mindenki tanácstalan, úgy érzem, hogy mi a következő lépés. Van valami. Tisztán látszik, hogy van egy óriási űr, mert hogyha igazak a közvélemény kutatások, akkor nagyon-nagyon sokan vannak, akik nem tudják, hogy hova szavazzanak. Értékvesztés van, azt gondolom. Tehát kellene valami olyan, amiben tudnak hinni az emberek. Nagyon jó érezni azt, hogy nem vagyunk egyedül. És azt gondolom, hogy ez fontos, hogy minél több ilyen tüntetés legyen, és minél többen érezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül. Ezeknek azért van értelme így összegyűlni? Van. Személyesen annyit tudunk mondani, egy kis feszültséget azért le tudunk vezetni. Egyelőre szerintem ez is fontos, hogy legyen következő tüntetés, és a következőre is jöjjünk ki. Legalábbis én most aktuálisan ezt tudom tenni, azt érzem. Hát egyelőre szerintem folytatnunk kell a demonstrációkat, és akkor valami majd alakul reményeink szerint. Aha. Most én nem tudok igazából semmit mondani, mert egyelőre nem úgy tűnik, hogy túl sok sikerünk van, sajnos. De miért? Hát az internetadó ellenes tüntetésnek azért lettek eredményei. Igen, mert ott elég sokan megmozdultunk, de most úgy néz ki, hogy megrekedtünk. Tehát olyan, mintha egy ugyanolyan 10 000-es tömeg folyamatosan kijönne az utcára, a többiek pedig csak otthonról biztatgatnak. Nagyon sok tüntetés volt, és ennek ellenére sem csökken nagyon a létszám, tehát rendszeresen 10 000 fölötti létszám van. Az, amit ezek a megmozdulások tudnak reprezentálni, az, amitől félnie kell a jelenkori hatalomnak. Ki bírjátok 3 évig? Nem, hát előtte kéne történnie valaminek. Tudom, jövő héten nem fog lemondani Orbán Viktor. Itt már konkrét ügyek nincsenek, konkrét szervezet sincs, konkrét párt sincs, csak mi van? Csak a rendszerellenességet próbáljuk kifejezni szerintem most már. Tehát már nincs konkrét célunk, csak egyszerűen a rendszert szeretnénk leváltani.